A kaliforniai egyik legfejlettebb városban a fekete piaci tevékenységek és a kábítószer használat drasztikus döntéseket igényelnek. Az illegálisságnak nagyon zavaró hatása van a környéken, írta Hillary Ronan a Twitteren, a San Francisco 9. kerületi felügyelőjén, akit arra kényszerítettek, hogy döntsön a probléma bezárásáról, amíg a helyzet meg nem oldódik. Noha soha nem volt vágy, hogy bezárja a közterületet, a 24 és a Mission Bart Plaza helyzetét nem lehetett fenntartani, és problémákat okozhat a teljes környezetben. Ez dühössé tesz, hogy látjam a közösségi teret, amely valaha gyönyörű és lelkes volt, amelyet a kábítószerpiac és az Aoyud 8J7W, Hillary Ronan nyitott szállítója elárasztott, 2022. július 21-én. Bár soha nem akarom bezárni a nyilvános teret, a helyzet nem fenntartható a 24 és a Mission Bart Plaza-ban, és komoly problémákat okoz az egész területre. Nagyon dühös, mert a szokásos és élénk közösségi teret a szabadban és az ellopott árukkal fogják fedezni a kábítószer, piacok, tette hozzá. Van olyan káosz, amely egyre inkább veszélyes, mondta Ronan a San Francisco Chronicle-nak. Ideiglenes megoldásként az új kerítés alakult ki, míg a közfelügyeleti felügyeleti licenc eljárást dolgozza ki, amelyet várhatóan augusztus közepén bezárnak. Ronan hozzátette azt is, hogy több utcai felügyelőt képeznek, jelentette be az Egyesült Államok konzervatív nemzeti review újság. Szeretnénk visszaszerezni a biztonságos és élénk környezetünket. Talán ügyesen és biztonságossá akarjuk tenni, tette hozzá Ronan. Kapcsolódó tartalom. Az elmúlt években a bűncselekmények, a hajléktalanok és a kábítószer függők nagyon nagy kiáramlása Kaliforniából indult, látványosan növekvő tendenciákkal, hajléktalanok és drogokkal. 2020 és 2021 között 249.239 ember hagyta el Kaliforniát, és sokan konzervatívabb államba, Floridába és Texasba költöztek.